Az 56-os forradalomhoz kapcsolódva Chicagóban is bemutatták Tóth Barnabás, Akik maradtak című filmjét, amelyet Magyarország nevez a 2020-as Oscar gálára. Nagy sikert aratott, kétszer is teltház előtt vetítették. A rendező a bemutatón arról beszélt, hogy az Oscar gála előtt még több nemzetközi filmfesztiválon is megméretteti magát a film. Mindjárt 16 éves. Más lányok már évek óta nagy lányok ilyenkor. A második világháború utáni Budapesten egy magányos nőgyógyász rendelőjébe viszik el a film egyik főszereplőjét, a 16 éves kamaszlányt. A pubertáskor mellett családja elvesztésével is küzdő lány az orvos személyében azonnal felismeri lelkitársát. Így kezdődik egymásra találásuk története Tóth Barnabás, Akik maradtak című filmjében. Az alkotás augusztusban debütált a Colorado-i filmfesztiválon. Ekkor derült ki az is, hogy Magyarország ezt a filmet nevezi a 2020-as Oscar gálára. A filmet most Chicagóban is bemutatták, kétszer is teltház előtt vetítették az 55. nemzetközi filmfesztiválon. Az Akik maradtak című filmem képviseli Magyarországot teltházas vetítéssel, és azért különösen fontos ez az állomás is, mert Amerikában több fesztiválon meg fog mérettetni, illetve lesznek Los Angeles-i vetítések, hiszen ez a film képviseli Magyarországot a 2020-as Oscar versenyben. Bencsik Zita, Magyarország chicagói főkonzulja azt mondta, a holokauszt és a kommunista diktatúra borzalmait bemutató film üzenete kapcsolódik az október 23-ai eseményekhez. Nem lehet ettől jobb tartalmat elképzelni, bemutatni Magyarországnak azt a hányatot, diktatúrából diktatúrába esését, amit a 40-es évek vége, 50-es évek eleje Magyarországa képvisel, úgyhogy ebből a szempontból különös aktualitása van az alkotásnak itt Chicagóban a nemzeti ünnepelő estéjén. Engem egyszerűen itt felejtettek. Az Akik maradtak egy regény adaptációja, F. Várkonyi Zsuzsa Férfi idők lányregénye című könyve alapján készült, a Magyar Média Mecenatúra program támogatásával. Az majd decemberben derül ki, hogy az Amerikai Filmakadémia beválasztja a filmet a legjobb 10, majd a legjobb 5 Oscar jelölt közé. Az alkotás addig még több nemzetközi filmfesztiválon is megméretteti magát.